Tulajdonképpen milyen kórokozóról is van szó gyakorlatilag egy baktériumszerű betegségről, amelynek fitoplazma a neve, tehát gyakorlatilag a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmáról beszélhetünk. Ez okozza a fehér szőlőken ezt a fajta levél sárgulást, illetve sodródást, valamint a vörös borszőlő fajtákon idő előtt a leveleknek a lilulását, bordószínűvé válását is szintén a begöndörödését egy ilyen háromszög alakú levél felszínnek a felvételét. Annyit el kell mondani, hogy most egy zárlati károsítóról beszéltem, amikor az aranyszínű fitoplazmát ö, említettem, viszont el kell mondani, hogy a szőlőnek vannak egyéb sárgaságot okozó fitoplazmás betegségei, amelyek eddig is itt voltak a, az, ország, az országban, és nyilván a környéken lévő ültetvényekben is megtalálhatók voltak. Nos, ö, teljesen összetévesztésig. Ö, hasonlóak a tünetek. Nyilván a laboratóriumi vizsgálat állapította meg, hogy erről a károsítóról van szó. Azért tartjuk zárlatinak ezt a károsítót, mert súlyosabb a fertőzés, amelyet okoz. Tehát gyakorlatilag a termés 20-50%-át elpusztíthatja, illetve ha nem védekezünk a fitoplazmát, ezt a betegséget terjesztő ö, kabócafaj ellen, akkor évente meg megtöbbszöröződhet a fertőzés, és a fogékony fajták azok bizonyos néhány éven belül akár ki is pusztulhatnak. Milyen intézkedések történtek eddig a hatóság részéről a kórokozó felszámolására? Gyakorlatilag visszaléphetünk néhány évre, hiszen magának ennek a kabóca fajnak a csapdázása a környéken, és itt lentiben is már jó néhány éve folyik. Ennek alapján tapasztaltuk, hogy az elmúlt évek során nagyon megnőtt a csapdákban a fogott egyetszám, és Nyilván alaposabban megvizsgáltuk, hogy vajon a szőlőültetvényekben magának ennek a fitoplazmának a tüneteivel találkozhatunk-e. A kollégák ö, a tavalyi év július vége augusztusi időszakban észlelték az első tüneteket. Ekkor nyilván az árlati intézkedés arról szólt, hogy a fertőzött növények legyenek kivágva. A az állati intézkedések közé tartozott az is például, hogy egy kiló, tehát a fertőzött két ültetvény köré egy ilyen képzeletbeli egy kilométeres körzetet húztunk, nyilván ezt térképen jelöltük, és ezen belül, amely Kerkateskán meg a Lenti hegy jelentős részét öleli, ö, nagyon alapos felderítést végeztünk, végigjártuk, az összes ültetvényt, és megjelöltük azokat a növényeket, amelyek a fertőzés tüneteit mutatják. Időközben erre vonatkozóan adtunk ki határozatokat a fertőzött növények megsemmisítésére, illetve hát gondolom jó néhányan emlékeznek arra, hogy tavaly ősszel akkor volt egy permetezés, méghozzá a fertőzés terjesztő kabóc elleni permetezésre került sor, hogy a még ölelhető egyedek elpusztításra kerüljenek, hogy azok már további tojásokat ne rakjanak le. Korábbi időszakban nyilván történt már tojásrakás, tehát ez alapján az idejébe számítunk ugye újabb egyedek kelésére, illetve a károsítónak az előfordulására. Azért is szólnak ugye az árlati intézkedések, hogy a meccés után a venyige legyen elégetve, a szőlő olajos tartalmú lemosó permetezése történjen meg, illetve a vegetációs időszakban majd nagyjából egy ilyen június közepi időszaktól kezdődően a károsító kabóca ellen történjenek meg szeres permetezések. Erre majd ö, igyekszünk egy ö, felhívást közzétenni, illetve nem igyekszünk, hanem fogunk közzétenni, szintén folytatjuk a károsítónak a csapdázását, és a ö, kell és az előfordulás alapján ö, fölhívjuk a környékben lakóknak a figyelmét a védekezés szükségességére. Milyen további teendők és kötelezettségek terhelik a gazdákat? A tulajdonosok, a terület tulajdonosai, a gazdálkodók már kaptak egy határozatot, amiben elrendeltük, hogy a fertőzött növények gyökerestől kerüljenek kivágásra, illetve az említett védekezéseket végezzék el. De ahogy mondtam, nem csak számukra, hanem az említett egy kilométeres körzeten belül a további termelők számára is gyakorlatilag ez egy kötelezettség, tehát maga a növény -egészségügyi jogszabályok, az árlati intézkedések ezeket előírják. Nyilván ajánljuk mindenkinek, azt a fajta védekezést, hogy égesse el a venyigét, olajos tartalmú készítménnyel lemosó permetezést végezz illetve a vegetációs időszakban a kabócák elleni rovarölőszeres kezelést végezzen, hiszen mindenkinek gyakorlatilag saját érdeke, hogy a termőszőlőjét megvédje ennek a károsítónak a fertőzésétől.